Fegyverek, egyenruhák, speciális felszerelések is helyet kaptak a katonai emlékparkban. Szent Márton a felderítők védőszentje, így ehhez a naphoz kapcsolódóan tartják immár több éve a felderítők napját Pákozdon. Idén kiállítás és különféle előadások várták az érdeklődőket, ahol a harctéri felderítés elmúlt 105 évéről esett szó. A felderítés az mindig is a harcnak a léte volt, tehát hogy ősidők óta a katonák úgy mentek bele egy harci cselekménybe, hogy előre küldtek katonákat, hogy megnézzék, hogy mi vár ott rájuk. Gyakorlatilag ez a felderítésnek az alapja. Az évadzáron jelenlévők koszorút helyeztek el az emlékpark megálmodója Gyurica Béla tábornok emléktáblájánál. Ezzel véget ért az idei évad az emlékparkban. Ez egy nagyon tartalmas, fejlődést biztosító év volt. A Covid után éledezés már olyan szintű, hogy azt lehet mondani, hogy visszatérünk a Covid előtti időszak aktivitásához. Nagyon sok külső és belső újításon vagyunk túl, és nagyon sok vár még ránk a leállás időszakába, úgyhogy hisszük, hogy a következő évadot egy még tartalmasabb, még szebb és még látványosabb katonai emlékparkkal kezdhetjük. Tavasszal ismét várja majd a látogatókat a katonai emlékpark. Jövőre is rengeteg színes programmal, kiállítással készülnek a szervezők.